Nagyon gyorsan megkérdezném, lévén alapvetően két Németh Gábor által írott szövegről fogok beszélni és olvasni, hogy a Zsidó vagy című rövid történetet, illetve a Zsidó vagy című regényt hányan ismerik ebben a teremben. Nem túl sok. Jó, akkor lehet, hogy mégsem lesz akkor a probléma. Jó. Megy nyugodtan. Jó, köszönöm szépen. És már is egy helyesbítéssel kell kezdenem tulajdonképpen az előadást, mégpedig azzal, hogy noha a Választott munka címen valóban az volt, amit Zsazsa nagyon kedvesen felolvasott, jelesül, hogy a Zsidó vagy traumatikus képtapasztalatáról, de valójában sokkal pontosabb lett volna úgy fogalmaznom, hogy a címben szereplő főnevek azok több eszámban legyenek. Kettő okból, egyfelől ugye azért, amit az előbb említettem, hogy tulajdonképpen a Zsidó vagy című szövegnek mai ismereteink szerint kettő kötetben megjelent változata ismeretes. Az első 1998-ban jelent meg ebben a bizonyos A Hurontó című kis próza kötetben, és a műfaját tekintve leginkább hát rövid történetnek volna tartható, és ezt követően jelent meg 2004-ben tulajdonképpen ennek a rövid történetnek bizonyos értelemben a regényé bővítése vagy kiegészítés. Az előadásban nagyon röviden érinteni fogom a két szövegváltozat közötti kapcsolatot, de ami a hát szorosabb szövegelemzést illeti, a 2004-es Zsidó vagy című regényre fogok koncentrálni. A másik ok, ami miatt a többes szám indokolt lett volna az előadás címemben, az az, hogy nem pusztán egy úgynevezett traumatikus képtapasztalatról, hanem legalább kettőről fogok beszélni, és mind a kettő a regényé bővített változatban szerepel. Még egy valamit kell előre bocsátanom, mégpedig azt, hogy az itt vázolt gondolatmenet, az tulajdonképpen egy nagyobb kutatási projektnek a picinke szelete, és ez a kutatási projekt az 1989 utáni kortárs magyar prózával foglalkozna, egész pontosan abból a szempontból, hogy milyen szerepet töltenek be az álló és a mozgó képek az úgynevezett önéletrajzi vagy életrajzi regényekben, elbeszélésekben. A kérdésfeltevésből természetesen az is következik, hogy a jelen elemzésben is, noha mindkét szövegváltozat számos szempontból volna elemezhető, mégiscsak elsősorban a képiségre, pontosabban a képleírásokra fogok koncentrálni, és a tétje a vizsgálatnak az kettős. Egyfelől azt foglalkoztat, hogy a képek hatását hogyan szövegezi meg az az én elbeszélő, aki a gyermeki nézőpontot és a felnőtt nézőpontot váltogatja, legalábbis ami az önéletrajzi regényét illeti. A másik tétje pedig a vizsgálatnak az az, hogy milyen narratológiai, vagyis elbeszéléselméleti téttel bírnak a képeknek ilyetén módon való felhasználása. És mielőtt mondjuk úgy tüzetesebb elemzésre rátérnék, azért mondanék néhány szót a szerzőről, illetve az irodalomtörténeti kontextusáról, csak hogy akkor mindannyian tudjuk is, hogy kinél, illetve hol járunk. Egyetlen egy életrajzi tényt fogok mondani. Németh Gábor 1956-ban született és még él. Ilyen szempontból egy kicsit kockázatos természetesen az ő életművével foglalkozni. Hogyha azt szeretnénk megfogalmazni, hogy hol is volna a Németh Gábori életműnek az irodalomtörténeti helye, akkor egyfelől azt lehetne mondani, hogy az ő szövegeinek a hátterében gyakorlatilag ott nyüzsög a félvilágirodalom, vagy talán azt is lehetne mondani, hogy a világirodalomnak az egésze. De most, ha a magyar irodalom történetnek a láncolatában akarjuk elhelyezni, akkor persze kicsit sarkosan néhány nagyobb irodalmi atyát említenék. Elsősorban Ottlieb Gézát, aztán természetesen Hajnóci Pétert, Mésző Miklóst, Eszterházy Pétert és Erdély Miklóst. Most külön nem szeretném irányzatokba
sorolni a Németh Gábori szövegeket, de azt tudatosítani kell, és ez nagyjából Esterházy Péternek és Erdély Miklósnak a tulajdonneveiből is következik, hogy hol a posztmodern, hol pedig a magyar neo-avantgárd dobozába igyekeznek beleszuszakolni a Németh Gábor szövegekkel foglalkozó ítészek az ő munkásságát. Hát maga a Németh Gábori korpusz az egyébként 6,5 szép prózai kötetből áll. A fél kötet ez ugye a Szilasi Lászlóval közösen írott, álnéven írott, mégpedig Gabrieli György és Poletti Lénárd néven írott készregény című detektív történet volna, ami 2000-ben jelent meg. A másik 6 könyv, ami hát egy kis regény és a Zsidó vagy című regény kivételében tulajdonképpen mind kis próza kötet, ugye megjelenési sorrendben a következő, ugye Angyal és Bábú a Semmi könyvéből, Elevenhal, a Hurontó, Zsidó vagy és a Tejszínről. Az Angyal és Bábú 1990-ben jelent, meg a Tejszínről pedig 2009-ben. Most az összes többit nem sorolom meg, bármelyik lexikonban egyébként utána lehet nézni. Összességében és mondjuk, hogy tényleg egy-egy címszóban összefoglalva, hogy mi is adja a specifikumát, vagy az egyediségét ennek az életművek, és úgy egyébként tényleg ajánlom mindenkinek olvasásra bármelyik kötetét. Az néhány jellemzőt sorolnék, amelyek szerintem unikálissá teszik ezt a prózai világot. Az egyfelől a különösen a korai kötetekre jellemző felelőtlen, szabad és vidám szövegköziség, aztán a fanyar irónia, ami jellemzően egyébként egy radikális öniróniával párosul a Németh Gábor szövegekben. Egy hűvös elbeszélői távolságtartás, ami nagyon gyakran a metakommentárokkal vagy a metakommentárjelű-szerű elbeszélői móddal fonódik össze. Tudni élik azzal, hogy az elbeszélés az folyamatosan mondjuk úgy elemzi és értékeli, revideálja saját magát. Nagyon gyakran ilyen kettős elbeszélés technikát tapasztaltunk a Németh Gábor szövegekben. Nagyon gyakran alkalmaz megrázó erejű, hihetetlenül pontos vizuális és nyelvi képeket. És amit talán a Németh Gábor kritikában kevésbé hangsúlyoznak, az a személyességnek a problémája. Igen, most itt nyithatnék egy zárójelet a posztmodern és a szövegirodalom, illetve a személyesség kérdéséről, de ezt nem fogom most megtenni. Röviden annyit jegyeznék meg, hogy bár a személyesség, vagy ha tetszik, az alanyiság gyakorlatilag a legelső 90-es kötettől, az Angyal és Bábútól kezdve jelen van az életműben. Hogy csak egy rövid példát mondjak, az Angyal és Bábú az tulajdonképpen egy halott baráthoz intézett beszédként indul el, tehát hogy azt lehetne mondani, hogy a legszemélyesebb, vagy ha tetszik, a legtraumatikusabb állapotból intéződik a narrátori beszéd az Angyal és Bábú esetén is, tehát a kezdettől fogva tulajdonképpen a személyesség jelen van ebben a prózában. De mégiscsak azt lehetne mondani, hogy a Hurontó című 1998-as kispózakötet lesz az, ami a hagyományos értelemben vett posztmodern irodalomban mégiscsak szakít, és egy sokkal hangsúlyosabb, meghatározóbb jellegű önéletrajziságot érvényesít a rövid történeteiben. Sőt, akár azt is ki lehetne jelenteni, hogy ez lesz az első olyan Németh Gábor kötet, ugye előtte 3 sorakozik. Ez lesz az első olyan Németh Gábor kötet, ahol az önéletrajzi jelleg az kimondottan egy kötetszervező elvé vagy eljárássá válik, és úgy tűnik, hogy a Zsidó vagy és a Tejszínről az ezt az utat folytatja. Bocsánat. A két kötet közötti összefüggésre egyébként több magyarázat is van, vagy több példa is utal erre. Az egyik az mindenképpen az, hogy a Hurontóban szereplő rövid történetek vagy kisprózáknak a nagy része a Zsidó vagyban is olvasható.
természetesen egy átdolgozott, bővített, feldúsított változatban. A másik pedig természetesen az, hogy a Hurantónak a záró mondata, ami úgy hangzik, hogy mindent előről kell kezdenem, gyakorlatilag a Zsidó vagy című regénynek a nyitó mondata lesz, tehát hogy ebben az értelemben a két kötet között majd, hogy nem azt lehetne mondani, hogy egy ilyen direkt folytatási elv, vagy legalábbis egy ilyen kiegészítő viszony áll fönn. És mielőtt még nagyon ünnepelnénk azt, hogy a Németh Gábori élet mi most akkor egy ilyen nagyon személyes fordulatot vett volna, és mindig is benne állna ezen túl az önéletrajzi jellegű szövegeknek az írásában, azt nagyon halkan és röviden el nem kiabálva meg kell jegyeznem, hogy tudomásom szerint a most íródó regény, aminek az a munkacím, hogy egy mormota nyara, az megint csak egy újabb, mondjuk így fordulatot ígér az életműn belül. Azok a részletek, amiket hallottam, illetve olvastam ebből a most íródó regényből, abban Lord Byrontól megkezdve vámpírokon át az úgynevezett location managerig, tehát a filmforgatáshoz helyszíneket keresőig minden benne van. Szóval úgy tűnik, hogy a vallomásosság vagy az önéletrajziság az megint így félre lesz téve. Az irodalomtörténeti elődök említése mellett még egy kontextusról, mégpedig egy műfaji kontextusról kellene említést tennem, megint csak röviden, ez is egy óriási probléma az irodalomtörténészek és irodalomelmélészek számára. Ez tulajdonképpen az a kortárs magyar irodalmi trend volna, ami a 90-es évek második felében jelentkezett először, és eléggé dominánssá vált a 90-es évek második felében és a 2000-es évek első évtizedében. Ezt az irodalmi trendet kicsit ilyen zűrzavaros megnevezés halmaz illeti. Egyes kritikusok önéletrajzi fikcióként, mások önéletrajzi regényként, megint csak mások egész egyszerűen önéletrajzként, de aparegényként is, vagy aparegényekként is meg szokták nevezni. Jó magam például már önéletrajzi metafikcióknak is neveztem őket. Ezeknek a terminusoknak természetesen tehát mindegyik más-más hagyományt és más-más probléma halmazva magával, ezekbe a terminológiai háborúkba sem lépek most bele. Egy valamit viszont mindenképpen ki kell emelni ebből a korpuszból, mégpedig azt a bizonyos közös nevezőt, amelynek az alapján ezt az irodalmi tendenciát, vagy ha tetszik, divatot tulajdonképpen egytől, vagy ennek a divatnak a képviselői tulajdonképpen egytől egyig a féle múltfeldolgozó könyveknek lehetne tartani. Ezek mind olyan elbeszélések, amelyek a kollektív történelmi kulturális tapasztalatokat adják vissza, jellemzően ugye személyes élettörténeteken keresztül. Ezek jellemzően a II. Világháború utáni Magyarországról, vagy tágabban értve a közép-kelet-európai régióról számolnak be, hangsúlyosan ugye személyes perspektívákon keresztül, és amely képet nyújtanak, pontosabban mozaikokat az erről a régióról alkotott képünkről, azoknak megfelelően átíródhatnak, vagy átrajzolódhatnak mondjuk a Rákosi, a Kádár, a Tito, vagy akár a Ceausescu rendszerről alkotott képeink is. Megint csak a teljesség igénye nélkül sorolnék néhány példát az úgynevezett önéletrajzi fikciók, vagy önéletrajzi regények közül. Itt nyilván legelsősorban Garaci Lászlónak a Lemúr könyveit kell említeni, amelyek jó néhány kritikus vélekedése szerint gyakorlatilag elindították ezt az irodalmi trendet. Ugye egyelőre trilógia a Lemúr könyvek sorozata, Mintha élni, a Pompásan búszazunk és az Arc és hátraarc tartozik ide, de ugyanehhez a divathoz vagy trendhez lehetne sorolni Eszterházy Péternek a Harmónia célesztisztítésre javított kiadását, Kukor Enli Endrének a Tündér völgyét, illetve Róma kommunizmus történetét, Józsa Mártának az Amíg a nagymami megkerül című regényét, illetve Bozsik Péter
Karácsonyi Petra álnéven írott Csantavéri Orlandóját. Mennyi időm van még? 5 perc. Hú, oké. Okay. Jó, akkor mostantól olvasok. Tulajdonképpen igen, tehát röviden a Zsidó vagy című szövegek, tehát mind a két változat ebbe a trendbe illeszkedne. És ami számomra még érdekes ebben a kutatási irányban, az az, hogy a Németh Gábori prózát gyakorlatilag megint csak kezdettől fogva feltűnően jellemzi a képeknek a szerepeltetése. Ezek a képek egyrészt ténylegesen létező külső materiális képek, statikusak és mozgóképek, és természetesen mindig jellemzően mentálisak is, tehát egy álom és fantázia képek is. És akkor mostantól olvasok. A közönség és kritikai sikert arató Zsidó vagy című önéletrajzi regény például, ugye erről van szó, felfogható úgy is, mint egy holokauszt kisfilm traumatikus tapasztalata köré fonódó regényszöveg. Ezt az olvasati lehetőséget egyébként Mennyhért Anna dolgozta ki az Elmondani az Elmondhatatlan című könyvében. Mennyhért Marian Hirst idézve kitér arra a kérdésre is, hogy milyen hatása van annak, hogy a holokauszt jó ideje egyes ismétlődő emblematikussá vált képek révén közvetítődik. Hirsch szerint ezek a képek a holokauszt emlékezetének trópusai, a globális médiakultúrában való ismétlődésük pedig nem csak megmutatja, láttatja, hanem újra létre is hozza ezt a traumát. Én szándékosan nem hoztam illusztrációkat, tudnélik, hogy a regények maguk sem alkalmaznak képeket, pusztán a kisfilmek, illetve a fényképek leírására támaszkodnak. Vagyis a képek általi közvetítésben nemhogy nem felejthetővé és kiüresedővé, hanem éppenséggel újra és újra felelvenedővé válik a holokauszt eseménye vagy esemény sorozata. A Zsidó vagy című szövegek elsősorban erről a Nürnbergi értelemben vett nem zsidó filmnéző hasonló jellegű képtapasztalatáról, a képek általi traumatizálódásról adnak számot. Az alapvetően mindkét szövegváltozatban megegyező történet szerint az 1960-as években a Leányfaluban táborozó kisfiút, az Én elbeszélőnket, hát az egyik este kertmoziba viszik felügyelő nevelő tanárai, ahol is elsősorban az Öleg halász és a tenger című opusz megtekintése volna a feladat. A játékfilmet azonban a filmhíradó, majd pedig egy holokauszt kisfilm előzi meg, és ez utóbbi lesz az, ami gyakorlatilag sokkolja, és évekre vagy tán mindörökre kibillenti az ént önazonosság tudatából. Ezt a kibillenést, kizökkenést, az önazonosság meghasadását a felébredés és a mássá alakult valaki metaforáival jelzi a szöveg. Itt a regényből idézek kettő mondatot. Idézem, lehet, hogy aludtam is, de felébredtem. Felébredtem, mert a híradó és a nagyfilm között, amint az akkoriban még szokásos volt, vetítettek egy kisfilmet, és az végleg felébresztett. Idézet vége. És a másik idézet. Nézte tovább a filmet, mert tudni, hogy az Öreg halász és a tengert valaki, de már nem az, akit bevittek a moziba. Idézet vége. Bár a kisfilm leírásai eltérőek, de mindkét szövegváltozat számot ad a képek hatásáról, ami az elbeszélés szerint egyfelől a filmnézőnek a számára korábban ismeretlen fogalommal, a zsidósággal való azonosulásából áll, másfelől pedig a zsidóság, ha tetszik, a zsidó identitás utáni nyomozást jelenti. Szintúgy a képek traumatikus hatásához kapcsolható a beszédképtelenség ténye. A kisfiú egyenesen retteg attól, hogy ezt az elképzelést, mármint a önnek maga zsidóságát, nyíltan szóba hozza. Bár firtatja gyökereit szüleinél, de nem konkrétan, hanem általában a vallásukra és a vallásosságra vonatkozóan fogalmaz meg kérdéseket. A némeság feloldásának, a traumát övező hallgatás megtörésének kísérleteiként tarthatjuk számon a Zsidó vagy két szövegváltozatát. Az első változatban a rövid történetben a kisfilm megtekintése és következményei, bár kiemel, de mégiscsak egy horror epizódnak számítanak a sorozatból a leányfalui gyerekkori táborban. A társak békát kínzása, bogaratevése, csoportos maszturbálása mellett az Én elbeszélő kívülállásának, társtalanság érzetének újabb oka. Jó, oké. Itt tulajdonképpen csak arról beszéltem volna röviden, hogy mit is jelent az ekfasziszoknak a feldúsítása a regényben. Tudnélik, annyi történik, hogy az a rövid fél oldalnyi
filmleírás, ami a rövid történetben szerepel, az a regényben tulajdonképpen átíródik egy ilyen 3-4 oldalas, mondjuk így bővített változattá, de a képek hatásának fejtegetése az gyakorlatilag ugyanaz maradt. Tehát, hogy mind az eseménysor, mind pedig a tapasztalati hatásnak a leírása az ugyanaz. Jó. Akkor itt egy kicsi ugrással, még egy oldal, bocsánat. Az elbeszélő én idézőjeles zsidóságát ugyanakkor részint megalkotja, részint pedig szétírja a narrátor, mert mint a regényben. Megalkotja, hiszen én tapasztalatának szerves részévé válnak a kisfilmen látottak. Ugyanakkor szét is írja ezt az önazonosságot, vagy egységet, hiszen a zsidólét jegyeinek és látszatának felsorakoztatása mellett egyéb maszkokat is magára ölt, hol spanyol, hol római, vagy éppen csernogorász bőrbe bújik, vagy legalábbis ilyennek is látszik mások szemében. Az idegenség élmény a zsidó vagy esetében nem pusztán képi, hanem nyelvi tapasztalatot is jelent. Ahogyan a leányfalui mozizás alkalmával a képek mellett az akkor idegennek, eladig ismeretlennek számító szó jelesül a zsidó, hatol az én mélyére. Úgy egy másik traumatikus képtapasztalat során egy másik idegenséggel, egy mitológiai alakkal, mégpedig Prométeusszal és szenvedésével vagy szenvedés történetével való azonosulás következik be. Ez a későbbiekben olyan rémálmokat fog eredményezni a kisgyermek számára, amelyekben a Prométeusz kép és a legenda elemei visszaköszönnek. Most a Prométeusz kép leírás is átugrom. És akkor röviden. Ahogyan a holokauszt kisfilm felhasítja az ént, úgy a Prométeusz ábrázolás is félelmet, ugyanakkor leselkedési, magyarán voyeuristikus vágyat is ébreszt. Ez az ambivalencia köti oda az én tekintetét a film vászonhoz, illetve az antik mitológiai alakhoz. A gyermeki néző ártatlan szemét megfertőzik a képek, a retinán keresztül beleégnek az énbe, s immár mentális belső saját képekként a szubjektivitás az én érzet részeivé válnak, mi több formálják, átformálják azt. A képek hosszantartó traumatikus hatását jól jelzi az, hogy a Prométeusz ábrázolás a beteg gyermek rémálmában tér vissza, ahol a gyerek maga válik azzá, akinek madár tépi, pontosabban tépné szét, vagy tépné ki a máját. Röviden összefoglalva, a kollektív képi és mitológiai emlékezetet hordozó vizuális ábrázolások az azonosulás és az önmegértés eszközeivé alakulnak a zsidó vagy című regény esetében. A képi nyelvi médium közé áttételek révén pedig az is világossá válik, de legalábbis felerősödik, hogy a zsidó vagy tétjét nem a kérdésre adandó egyértelmű feleletek képezik, hanem éppenséggel maga a kérdezősködés, az önazonosság, illetve a személyes és a kollektív emlékezet miben létére és hogyanjára irányuló érdeklődés. Az itt szóba hozott képtapasztalatok érvényessége nem a tényszerű hitelességre tart elsősorban igényt, sokkal inkább az emlékezetből előhívott képek kifejező ereje és hatásaik mérvadóak az emlékező, a tanúságtevő számára. Amit a képzelet leszűr, feldolgoz és átalakít a képekből, amit létrehoz az emléktörmelékekből, a látott, bensővétett képek ilyen átalakulásai és használatuk, a szöveg olyan törekvését tükrözik, amellyel az, a valóság különféle darabjait az emlékezet, a képzelet és a nyelv szűrőjén át is megszűri. Ez az elbeszélő nyelv pedig az emlékezést és az elképzelést az én elbeszélésben, a gyerekkor történetéről számolt adásban egymással egyenragú elbeszélő eljárásként helyezi el. Más szavakkal azt is lehetne mondani, hogy a képek itteni ténykedése tükrözi az elbeszélői nyelvnek a működését.